Sziasztok! Ma egy újabb újdonságot hoztam nektek, mégpedig az akvarell márkereket. Ha már hallottatok róla, ez egyszerre filc is és akvarell festék is. Én ebben a 6 színben kaptam a sógornőmtől ajándékba, úgyhogy úgy gondoltam, próbáljuk ki együtt, még én sem használtam semmi ilyesmit. Az első szín a cadmium yellow, a második az okkersárga, a harmadik az alizarin crimson, a negyedik a subcream, az ötödik a Prussian Blue, és a hatodik az Ivory Grey. És akkor most próbáljuk ki ezeket a filceket. Mint látjátok, ezeknek két vége van. Az egyik vége az teljesen ugyanaz, mint egy átlagos filcnek a vége, a másik fele pedig egy ilyen ecsetfilc-szerű, aminek puhább a vége is hosszabb, és ezt egy kicsit ecsetszerűen lehet használni. Hogyha megnézitek, szép egyenletes felületet lehet vele készíteni, teljesen úgy néz ki, mintha filc lenne. Itt látjátok sorban a színeket. Ez a csomag jól kombinálható alapszíneket tartalmaz, tehát reményeim szerint elég sok színkeverést tudok vele majd csinálni. A filc jellegzetessége, hogy víz hatására úgy fog viselkedni, mint bármelyik tinta alapú akvarell festék, tehát visszamosható a papírról. Nyilván, ami jobban beleszáradt a papírba, az kevésbé mosható, és ugyanúgy, ahogy más festéknél is, vannak színek, amik jobban működnek a víz hatására, vannak, amik kevésbé. Keverni is lehet ezeket a színeket a papíron, hogyha megnézitek, a pirosból és a sárgából egy kellemesebb narancssárgát lehet keverni. Nem lesz olyan intenzív a színe, mintha filcként használnánk, de így is elég jól látszanak a színek, és festékként is remekül lehet használni. Nézzünk példát, például a múltkori videóból ezt a tollat, hogyha megnézitek, akkor a kék és zöld filceket használva először nagyjából fölrajzolom a tollak vonalát, és ezután megyek rá az ecsetemmel, és mosom össze a színeket. A zöld és kék találkozásánál nagyon szépen egymásba lehet mosni a színeket. Azért jó még, mert egy külön textúrát ad a tollnak, vagy hát a rajzunknak az, hogy egy másik fajta vonallal még rá tudok menni, ugyanúgy, mint hogyha vékony ecsettel mentem volna rá. Szimplán filcnek is lehet használni ezt az eszközt, úgy, mint bármelyik másik filcet. Hogyha valaki ezzel a technikával szeret alkotni, akkor annak is elég jól működik. Harmadik technikaként úgy használjuk, mint egy sima akvarell festéket, tehát, mint látjátok, oda teszek néhány foltot, vízzel feloldom, és szimplán festékként a papírra teszem, és ugyanúgy használom, mint bármelyik festéket, ugyanúgy lehet keverni is ezeket a színeket, tehát az alapkeverési módszerek azok ugyanígy tudnak működni ebben az esetben is. Aztán, ha még szeretnénk, akkor adhatunk egy külön textúrát azzal, hogy rámegyünk még egy réteggel az eredeti foltokra. Egyébként, ahol még nedves a papír, ott ugyanúgy egy kicsit meg fog folyni, mint hogyha vékony ecsettel mentünk volna rá. Ezen kívül még mindig nem ért véget, hogy mit kaptam a sógornőmtől, kaptam egy ilyen Kenzo Montfel papírt is. Ez 100% cellulóz papír, 300 g-os akvarell papír. Nekem volt korábbról már egy ilyen kicsi tömböm, és mint látjátok, vázlatokra használtam, nagyon szerettem ezt a papírt, úgyhogy úgy gondoltam, hogy most erre fogom kipróbálni a mai festést. Ennek a papírnak ilyen cold press felülete van, tehát egy kicsit érdesebb a felülete. Ez itt blokkban van, és nem is kell nekem most ekkora papír, úgyhogy egy felet kivágtam belőle, erre fogom felfesteni ezt a madárkát. Ehhez a festéshez minden ecseteket fogok használni, az Amazonról rendeltem, és igazán kiváló puha szőre van. Nagyon jó vele dolgozni, majd lesz egy későbbi videó, ahol részletesebben bemutatom ezeket az ecseteket és hozzátartozó festéket is. A madárka körvonalrajzát megtaláljátok a zárt Facebook csoportban, azt pedig belinkeltem ide alulra. Mivel nem vagyok túl tapasztalt a filces festésben, ezért úgy próbálom használni ezeket a filceket, az elején legalábbis, mint az akvarell festéket, és ezért tettem ki oda a tárra a két színből, amivel a háttért fogom először megfesteni. Benedvesítem a madárkát körbe, óvatosan, hogy magát a madárkát ne fessem át, és én az ágak helyét is kihagytam, ezzel a puha ecsettel végig nedvesítem a papírt.
hogyha kellően nedves, nem kell most az egész papírt benedvesíteni, csak itt-ott, akkor utána ezt a két színt fogom a háttérbe belevinni. Ugyanazzal a technikával viszem föl a színeket, mint a nedves a nedvesen technika alkalmával, tehát a nedves felületre ecsettel felviszem ezeket a színeket. Mint látjátok, jóval halványabb, mint közvetlenül a fészből lévő szín, és amikor a vizet éri, akkor szinte így szétrobban. Ez azért van, mert ebben tinta alapú festék van, nem pedig pigment alapú, és az általában jobban mozog, jobban terül. Halványabb is eléggé így ez a szín, úgyhogy amikor ilyen nedves technikát használunk, akkor vagy több rétegben kell majd rámenni, vagy pedig ez egy kicsit ilyen halványabb háttér lesz. Nekem most jobban megfelel, hogy ilyen halványosabb a háttér, ezért én most így hagytam. A leveleknél már elkezdtem egy kicsit színt keverni, hogy ne legyenek annyira homogének, és néhol a zöldhöz egy kis kéket adtam, néhol egy kis sárgát, néhol egy kis feketével sötétítettem be, hogy a leveleknek egy picit változatosabb legyen a színe. Aztán, amikor a háttérrel nagyjából megvoltam, akkor félretettem, hogy teljesen megszáradjon. Ez is akvarell festék, tehát hogyha most még nedvesen rámentem volna a madárkámra, akkor összefolytak volna a színek. Tehát várjuk meg, amíg megszárad. Ezután következett a madárka megfestése. Ehhez az okkersárgát fogom használni némi kis pirossal, illetve a kéket még, az lesz a madárkának a háta. Kicsit a színek limitáltak voltak, ezért próbáltam olyan madarat választani, ami a meglévő színekből könnyedebben kikeverhető. Ennek az ecsetnek, hogyha megnéztétek, rendkívül pontban végződik a hegye, nagyon rugalmasak, és nem utolsó sorban, nagyon kedvező is az áruk, ez most nem reklám, nem szponzorált tartalom, én is egy videóban láttam ezeket az ecseteket, és ki akartam próbálni, és tényleg elég jó velük dolgozni. A madárkának a hátulját, mint látjátok, kékkel festettem meg, a begyét pedig ezzel a pirosas, okkersárgás színnel vittem föl. Ha figyelmesek vagytok, közben a hátteret is látjátok, hogy itt-ott foltosabbra száradt meg. Nem tudom pontosan, hogy ez a papír miatt, vagy maga az akvarell festék, vagy hát ez a filc okozza ezt az effektust. Itt ebben a környezetben kifejezetten jót tesz neki, hogy a levelek szinte úgy elkülönülnek, de érdemes azért többet gyakorolni ezzel a fajta technikával, hogy hogyan működik. Vélhetően a filc miatt, ez egy kicsit a tinta miatt ilyen körvonalasabbra szárad nedves technika esetében. Adott esetben azért érdemes, hogyha így szeretnétek valami dolgozni, akkor figyelni rá, hogy viszitek föl, többet gyakorolni. Én közben sötétbarnát próbáltam kikeverni, főleg zöldből és pirosból ugye, de kellett hozzáadni egy kis kéket, egy kis feketét is, és hogyha megnézitek, így is azért egy kicsit halványabb lett az ágnak a színe, erre majd még pár rétegben végig fogok menni megint. Egy barna az lehet, hogy hasznos ebben az esetben, mert egy kicsit nehezebben lehet kikeverni ezt a színt ebből az alapkészletből, de egyébként tényleg jól keverednek a színek. Mivel ez a festék így ilyen formában használva kicsit halvány, ezért az átlagosnál többször megyek rá a madárkára, ezt majd látni fogjátok, mert ahogy szárad, mindig egy kicsit halványabb és fakúbb lesz, mint nedves állapotban volt. Madárka begyére is rámegyek még egyszer egy élénkebb színnel, és a szárnyát is többször fogom újra festeni. Adok hozzá egy kis barnát, hogy sötétítsem itt-ott, rámegyek néha egy kis narancssárgával, hogy élénkebb legyen, és a szárnyának is, hogyha megnézitek, adok egy kis sötétséget még itt-ott. A filcnél például jól lehet használni filc formátumban, amikor a szárnyaknak a kis irányát akartam berajzolni, és amikor direktben rámentem ezzel a kékkel és elmostam, egyrészt sokkal-sokkal sötétebb és tömény színt kaptam, másrészt alulról egy kicsit átsejlődött a szárnyaknak a vonala, és ezzel egy kis textúrát lehetett adni a madárkának a hátsó részének. A begyénél is, a fejénél is hasonló módon próbáltam textúrát adni, sötétíteni egy kicsit az állatot.
Mint látjátok, a madárka festése során többször átrajzolom, utána újra festem, megint egy kicsit várok, megszárad, megint rámegyek egy rétege. Ez azért van, mert nem igazán ismerem ezeket az eszközöket, én sem, sohasem volt ilyen filcem, úgyhogy nekem is próbálkoznom kell azzal, hogy ezen a papíron ez az eszköz hogy is működik. Az már levonható tanulságként, hogy nagyon sokat halványodik, és akvarell festékként használva azért többször kell rámenni, mert elég gyenge a pigmentáltsága a papíron, hogyha nedvesen használom. Egyébként ugyanez a madárka sima akvarell festékkel is megfesthető, most ezért ne szaladjatok el a boltba venni ilyen márkereket, ugyanezeket a színeket tudjátok használni, és tudjátok keverni is őket. A folyamat teljesen ugyanaz, ha megnézitek, mint hogyha akvarell festékkel dolgoztatok volna, csak ezeket a színeket egy kicsit könnyebben keveritek ki, hogyha vannak ilyen szilkéitek. Ha látjátok, ott a madárka hasánál már annyi réteggel rámentem, hogy egy kicsit koszosabb hatást kelt a madár begye. Sokszor előfordul, amikor színeket keverünk, hogy olyan sok pigment találkozik, hogy az már nem egy vibráló szint ad nekünk, hanem egy kicsit ilyen koszosabb hatással keveredik össze. Ezért sok esetben az emberek, vagy hát a profi festők, azok olyan festéket használnak, amiben nem kevert pigmentek vannak, hanem egyszerű pigmentek. Tehát, hogyha megnézitek a tanuló vagy profi jelzésű festékeket, általában rá vannak írva pigment számok. Hogyha sok pigment van rajta, sok pigment szám, például PY150 és PBR7, és ilyen számok vannak rajta, akkor az a festék több pigment keveréséből állt elő. Vannak egyszerű pigmentből készült festékek, általában, ha ezeket használjátok, és ezeket keveritek, akkor sokkal vibrálóbb színeket, sokkal élénkebb színeket kaptok, mint hogyha nagyon sok pigmentet próbáltok összekeverni, mert egy előbb-utóbb ezek a színek egy ilyen kicsit koszosabb hatásban kerülnek össze. Madárka begyénél valószínűleg már ez a hatás érvényesül, de majd később ki fogom javítani. Közben a zöldel külön még rámentem, és a leveleket próbáltam még egy kicsit élénkebbé tenni, és itt-ott adni nekik egy kis definíciót, egy kis körvonalat. Ha látjátok, hogyha direktbe rámegyek a filccel, akkor sokkal-sokkal élénkebb a hatása, sokkal jobban látszódnak ezek a színek, alapvetően erre a használatra tervezték. Még a hátsó leveleknek is próbálok adni még egy kis formát, egy kis sötétebb árnyalattal. Ezt mindezt azért, mert még közben a madárkám szárad, amire rá fogok menni majd még egy réteggel. A madárka begyére már direktbe megyek rá az okkersárgával. Egyrészt így textúrát is adok a madárka begyének, másrészt pedig ezzel azért elég jól el lehet tüntetni a korábbi koszosabb foltot. És ezután egy kicsit azért elmostam, hogy ne legyen annyira nagyon vonalkás az egész, plusz még a madárka feneke részéhez adtam egy kis árnyékot, mert az egy kicsit sötétebb lesz, ehhez ezt az Ivory Black-et használtam, kicsit vizesítve. Egyébként érdekes tapasztalat volt használni ezeket az akvarell filceket. Hogy helyettesítik-e az akvarell festéket? Nem. Teljesen máshogy működnek, viszont nagyon érdekesen lehet fölvinni a színeket, pár mozdulattal jól föl lehet skiccelni dolgokat. Nem biztos, hogy ezzel az eszközzel kell realista kismadarakat festegetni, inkább az absztraktabb irányba lehetne vele elmenni, vagy valamiket fölvázolni, jegyzetfüzetbe rajzolgatni vele, de igazán újszerű élmény volt nekem is, és jó néha kimozdulni egy kicsit a komfortzónából. Mint látjátok, megint egy újabb réteggel rámentem a madárkára, mert megint sokat halványodott így száradás után,
úgy tűnik, hogy ezt az eszközt jobb inkább direktben használni, tehát direktben a filccel rámenni a papírra, és nem festékként használni, mert lehet, hogy vannak belőle olyan színek, amik ilyen formában, tehát akvarell festékként is használva nagyon vibrálók és élénkek maradnak. A csőrére és a szemével már filcként használtam az akvarell márkert, és közvetlenül fölvittem a papírra, hogy jó sötét színt adjak a csőrének és a szemének is. Ezután kezdtem el még árnyékolgatni a szárnyánál, a szárnya alatt és itt-ott, amíg azt nem éreztem, hogy a madárka már nagyjából készen van. Az ág alját is egy kicsit besötétítettem, mert az ág alsó fele is árnyékban van, ezért odaadtam még egy kis sötét színt. És ha már olyan mix média hatása lett ennek a madárkának, akkor elővettem a pasztel krétámat, abból is a fehéret, és ezzel adtam még egy réteget a madárka tollainak. Ha megnézitek, nagyon jót tett neki, hogy itt-ott ilyen fehér becsillanások voltak a tollain, és utána az ágnak is adtam még egy kis csillogást, majd a zöldet elővéve, még a leveleknek és a háttérnek is adtam még egy kis zöldes textúrát. Ezt a porpasztelt még elég régen vettem, de nagyon sokszor jó szolgálatot tett, amikor utólag még valami kis csillogást akartam adni a képnek, vagy valami világosabb foltot fölvinni, vagy egyszerűen csak valami textúrát adni egy-egy felületnek, akkor nagyon jól tud kinézni a képem. Most nem mondom, hogy rohanjatok el venni ilyet is, de hogyha valamikor arra jártok, nagyon hasznos tud lenni, amikor például virágokat akartok ráfesteni, vagy mint itt egy kis csillogást a madárkának adni. Végül feketével még a szárnak adtam egy kis kontrasztot, ahol árnyékba volt, és ahol amúgy fekete szín volt magán a szárnyon. Körülbelül ennyi is lett volna ez a madárka tutoriál. Remélem, hogy tetszett nektek, és remélem, hogy sokan megfestitek, hogyha nem is ilyen filccel, de akvarell festékkel. Érdemes egyébként kipróbálni néha új technikákat is, például akvarell ceruzát, akvarell filccet, vagy akár a pasztelkrétát is. Új nézőpontot tud adni az eddigi munkátoknak, az eddigi festéseteknek. Ha tetszett ez a madárka, akkor kérlek, iratkozzatok föl a csatornámra, és lájkoljátok, ebből tudom, hogy az az adott tartalom mennyire nyert el a tetszéseteket. Egyébként találkozunk következő alkalommal is, addig is jó festés nektek, sziasztok!